Rákosmente önkormányzatának támogatásával 8. alkalommal valósult meg szeptember 4-én a Rákoskerti Lemaradás Turisztikai Sport és Szabadidő Egyesület hagyományos lecsófőző versenye, ahol több mint 20 helyi családi, illetve baráti társaság csillogtatta meg tudását, hogy hazavihesse a fődíjként felkínált aranyfakanalat. A rendezvény új helyszínén, a Rákoskerti Művelődési Ház kertjében és parkolójában Dunai Mónika országgyűlési képviselő köszöntötte az indulókat, köztük Horváth Tamás polgármestert, aki csapatával maga is benevezett a gasztronómiai megmérettetésre. A zsűri tagja volt Hatvani Zoltán, Timmel Ede és Virág Mihály önkormányzati képviselő, valamint Csébi András, a Kossuth Lajos általános iskola igazgatója is. Gomba, csirkehús, cukkini, gyémszarvas, pecsenye és máj. Ilyen és ehhez hasonló hozzávalókkal készített ételvariánsokkal neveztek a csapatok a 8. alkalommal megrendezésre kerülő Horváth Előd lecsófőző versenyre, amely ezúttal a művelődési ház melletti udvaron várta a gasztronómia kedvelőit. Hatvani Zoltán, a kerületrész önkormányzati képviselője felidézte, miként indult útjára annak idején ez a közösségi esemény, melynek egy azóta már elhunyt helyi polgár, Horváth Előd volt az ötlet gazdája. 10-11 éve keresett meg azzal az ötlettel, hogy egy új rendezvényt szeretne Rákoskerten, nem hittem benne, és azt mondtam neki, hogy hát öcsibácsi, találd ki, mondd meg, hogy mi legyen, hogy legyen. Fél év múlva megkeresett, hogy egy lecsófesztivált szeretne, mert olyan jó lenne, hogyha 10-15 csapat itt főzne Rákoskerten. Megint ráhagytam, nem hittem, hogy ő ezt meg fogja szervezni, úgyhogy annyit mondtam neki, hogy öcsi, én bármi támogatás, ami ehhez kell, én azt hozom, de te szervezd meg a csapatokat. És akkor megkeresett egy fél év múlva, Zoli, van 7 csapat, a Rákoskerti Művelődési Házzal leszerveztem minden, úgyhogy gyerünk. Ezúttal 24 bográcsban rotyogtak a különböző ízesítésű lecsó különlegességek, ugyanis ennyi családi, illetve baráti társaság jelentkezett a megmérettetésre. A szervezésért ez alkalommal is a Rákoskerti Lemaradás Egyesület felelt. Földi János, a szervezet elnöke kiemelte, a tapasztalatok azt mutatták, hogy az új helyszín az adottságainak köszönhetően sokkal inkább összehozta a jelenlévőket, mint annak előtte. Ez sokkal jobb hely, mert az egy, ha emlékszünk rá, egy hosszú parkoló, egy elnyúlt, tehát tulajdonképpen az emberek nem voltak egy kis közösségbe összezárva. Itt meg tulajdonképpen egymással szembe vagyunk, és látjuk egymást, átmehetünk, míg a vasútállomás előtti parkoló az körülbelül egy olyan 100 méter hosszú elnyújtott lehetőséget biztosított a csapatoknak. Tehát így a csapatok nem tudták csak a közvetlen szomszédját. Itt meg a szembe szomszédja, mellette szomszédja, tehát tud kommunikálni, egymás pálinkáját kipróbálhatják. Timmel Ede, Rákoskert önkormányzati képviselője, mint zsűritag örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy számos kerületi intézmény, illetve rendvédelmi szerviz delegált csapatokat a versenyre. Itt van az önkormányzatnak is a csapata, láttam a Piroska Ódát, és az idei évben most már a kerület rendvédelmi szervei is képviseltetik magukat. Itt van a rendőrség, tűzoltóság, katasztrófavédelem, szóval egy nagyon színes kavalkád van, és hát ugye a lakosok is, mint civilek itt vannak közöttünk. Horváth Tamás polgármester indulóként és támogatóként egyaránt jelen volt, feleségével, valamint Szabó Tiborné önkormányzati képviselővel egy úgynevezett sportlecsót készített, amelybe házi kolbász és füstölt mangalica sonka is került a megfelelő ízélmény elérése érdekében. A városvezető kiemelte, a mostanihoz hasonló közösségteremtő alkalmak rendkívül fontosak a kerületben. Szerintem az a lényeg, hogy most ki fogja majd megnyerni itt a különböző díjakat, meg a helyezéseket, hanem az, hogy így ennyien így együtt vagyunk, egymással beszélgetünk, nagyon sokat beszélgetünk, egymás titkait megpróbáljuk elesni, hogy ki hogy főzze lecsót, mert azért egész különleges helyek is vannak itt, ahogy körbenéztem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, akár kerület szinten, nem csak Rákoskert szinten, hiszen nem csak rákoskertiek vannak itt, mint a megnyitóban elhangzott, hanem a kerület több részéről is jöttek csapatok. És ők is meg akarják mutatni, hogy tudnak főzni, de az a lényeg ebben az egész történetben, hogy tényleg, hogy így együtt vagyunk, beszélgetünk, egy jót szórakozunk. A rendezvény fővédnökeként Dunai Mónika országgyűlési képviselő valamennyi versenyző felé azonos figyelemmel és szimpátiával fordult a nap folyamán.
Mindegyik csapat főzésébe egy kicsikét belekontárkodom, és gazdagodom én is egy csomó recepttel. Nagyon nagy élmény most itt lenni, és nagyon megtisztelő, hogy ismét a fővédnöke lehetek a mai rendezvénynek. Ebben a minőségemben pedig megengedhetem magamnak, hogy mind a 24 csapatnak drukkoljak. Úgyhogy hajrá Lecsó, hajrá Rákosmente, hajrá Rákoskert! A bírálóbizottság élén Hatvani Zoltán állt, meghívott zsűritagként pedig többek mellett Csébi András, a Kossuth Lajos általános iskola igazgatója, valamint Virág Mihály Rákos Csaba önkormányzati képviselője egyaránt jelen volt. A 8. horvát előd lecsófőző verseny 3. helyezettje a 112 tím lett. Az ezüst fakanalat a Mohácsi Vész nevű formáció nyerte el, a legjobb lecsónak járó arany fakanalat pedig a Kossuth iskola csapata vihette haza. Társaságuk már több éve rendszeres résztvevője az eseménynek. Mi mindig a Lecsó Fesztivál, mondjuk azt, hogy szellemiségével megjegyzően a Lecsó néven indulunk, mert hogy itt alapvetően ugye ez a lényeg. Dunai Mónika országgyűlési képviselő külön díját ezúttal a Rákosmenti Piroska óvoda alkalmi szakácsai érdemelték ki. A rendezvényen részt vett továbbá dr. Füzesi Péter alpolgármester is.